Gondolták volna, hogy egy gömöri vászonfazék akár a hangfalként is funkcionálhat. Egy Békés Csabai fazekasmester különleges hifi berendezést készített. A több részből álló alkotás egyszerre használati és dísztárgy. Ilyen és ehhez hasonló népművészeti remekekkel is találkozhatnak a 17. Országos Népművészeti Kiállításon. A 70-es évek óta megrendezett tárlat a Kárpát-medence egyik legnagyobb ilyen jellegű seregszemléje, amelyre idén több mint 460 egyéni alkotó és 60-nál is több szakkör, illetve alkotóközösség küldte be pályamunkáit. A Hagyományok Háza épülete szinte egy nagy kiállítótérré változott, ahol a folyosókon és a kiállítótermekben több mint 1500 népművészeti alkotást láthat a közönség. A legfontosabb üzenete, hogy ami a címben van, hogy élő népművészet, és ez nem csak azért él, mert vannak szép számmal, mint hallották, olyan alkotóművészek, kézművesek, akik ihlető forrásként a népi kultúrához nyúlnak vissza, hanem azért is él, mert ezeket az alkotásokat a mindennapjainkban és az ünnepnapjainkban egyaránt tudjuk ma a 21. században is hordani, viselni, környezetünkben használni. A kiállításon bútorok, ékszerek, konyhai eszközök, kerámiák, játékok, hangszerek, szebbnél szebb lakástextilek, viseletek és mai ruhák is láthatók. Nemzetközi áramlatok is segítik azt, hogy a folklór, illetve a tárgyi népművészet bekerül a mai modern öltözködésbe. Van egy új hulláma nemzetközi szinten ennek. Afrikai, ázsiai motívumok is kerülnek be így a nyugati trendekbe. Mennyivel normálisabb és természetesebb, hogy mi a saját magunk hagyományait emeljük be a modern viseletekbe, és erre egy kiváló példa, például ez a Gránátalma díjas tárgyegyüttes. A kiállítás a Fenntartható Hagyomány alcímet kapta, amely nem csak azt mutatja, hogy a bemutatott tárgyak természetes alapanyagokból készültek, de egyúttal azt is jelzi, hogy a tradíciók továbbadhatók, és a 21. században is készülhetnek használati tárgyak hagyományos technikával. Az a fajta népművészet, amit itt lehet látni, sokkal inkább egy visszafogott, az archaikus kultúrába megmerítkező, és sokkal inkább a mai világunk számára hordható, használható tárgycsoportokat mutat be, amit nagyon ritkán lehet látni vásárokon, inkább a mesterségek ünnepén, de nagyobb nyilvános helyeken. Én úgy gondolom, hogy itt a Hagyományok Háza az annyira méltó hely ilyen szempontból. A kiállítás egészen augusztus 24-éig várja majd a látogatókat.